lezárt mehet. Kovács ügyesen hagyja ott Urbékot, és milyen rosszul teszi be, és gól, Sanyó! Azért csak segít az MTK az Újpestnek, Kovács ott hagyja Turbékot alaposan. Aki ott van MTK-ben középen, az mind elhibázza, csak Sanyó nem. 1-1. Kozma rúghatja tehát a szabadot. Visszafejjel kap, de Acéllő, Csabán véd, és Sanyó gurítja a kapuba. 20. perc a második félidőben, Acéllövését Csabán még védeni tudja, aztán Sanyónak már nehéz dolga nincs. 1-0-ra vezet az Újpest. Weber most már egyedül jöhet az haladás helyzet után. Weber, ez gól, óriási gól, megszerezte a vezetést az UTE, Weber átemelte, és Sanyó kapásból, jobb lábbal 1-0 az UTE javára az első félidő 13. percében. Vukovic. Sanyó megint középen, Sanyó, gól! Kezezés gyanús volt, ez nem kétséges, egy pillanatig sem, de majd rövidesen meglátjuk. Itt jön Vukovic labdája, egy kicsit lehajolt Sanyó, a kezét tessék figyelni, nem ér hozzá kézzel, és utána belövi. Jól látta Púl és a partjelzője. Sanyó pedig az előbb kihagyott egy meccslabdát, most viszont már belövi. Tomka, Jenei, keresztbe lövi, Egressi vette le, nem Sanyó az, Sanyó, gól! Az utolsó negyed óra is góllal kezdődik, a csereként beállt Sanyó. A 7. újpesti gólt szerezte. Weber teszi előre Sanyónak, Kocsis nem jön ki, és 2-0. Sanyó fordul le, Sanyó még mindig jó az első csele, és tulajdonképpen jó a második is, csak hát Görög szabálytalankodik vele szemben. Újpesti szabadrugás tehát a mérkőzés 29. percében, 2-0-ás állásnál. Sanyó végezheti el, jaj de nagy gól! Egressi, Bérci fejes, gól! Látod, hogy veszélyesen kanyarodik a labda, Sanyó lépett oda, tessék megnézni, Bérci emelkedik föl keresztbe, és Sanyó a legjobbkor érkezve, droppal, Szezár, Kozma lőheti, gól! Nézzük még egyszer, itt talál el a labda, még egy újpestit is, Golyán pedig már csak elhajol előle, azt hittem mögötte van Horváth. Kozma. Egy lövésbe, gólhelyzet, gól! Sanyó! A lövésszerű beadásra csak oda kellett Sanyónak lépnie. És ott ünneplik közönségük előtt egymást az újpestiek. Webertől ugyanő kapja vissza a labdát. Bérci még nagy lendülettel. Jó az átadás, gólhelyzet, gól! Nagyon szép. Sanyó lőtte a gól, de Bércinek elévülhetetlenek az érdemei benne. 1-0 arányban vezet az Újpest. Érci óriási lendülettel, és igen pontosan küldte be Vácit, megkerülte a labda. Még egyszer nézzük nagyobb képkivágásban, tehát itt robbantott másodszor Bérci, nagyon pontosan küldte be, teljesen egyedül hagyták Sanyó. Kozma szöglete, 16. perc vége a második félidőben. Babócsi leragad, és kapus egy gólt Sanyó fejeséből a Stadler. Kozma jól veszi észre, hogy Sanyó egyedül van ott a túloldalon. Sanyó meg még jobban veszi észre, hogy
Pabolcsi leragad bizonytalan. 2-1-re vezet a vendégegyüttes. Szlezák, Belvon kéri és meg is kapja Kövecses mellett. Ez rossz, Lantai pontosan Szanyó lábára. És ez egy remek labda, Jenei nehezen tudta átvenni. Visszaemeli, Szanyó óriási helyzet és gól. A 13. percben az első félidőben két nagy helyzet után Szanyó fejesével megszerzi a vezetést az Újpest. Vukovicshoz ejtette le, Szlezák, Vukovics, jól vette észre Szanyót, lövőhelyzet, egy lágy emelés, gyönyörű gól! Szanyó nem erőből rúgta, hanem elcsavarta a sarokval tehetetlen vég mellett, és a második góljával a 18. percben már 2-0-ra vezet az Újpest. 10 perc van hátra a meccsből, 2-0 összesítésben, és 11-es! Hiába reklamálnak a kassaiak, Danyko megmozdulása szabálytalan volt Túrival szemben, és a svéd Felström megadta a büntetőt. Szanyó, gól! Esélyt sem adott Ondruskának, keményen a kapu közepébe, 2-0, összesítésben már 3. Az Újpest megnyugodhat a Debrecennek, más kell játszani. Jenei. Belvon. Tiszta helyzetben Szanyó. Szanyó is igazíthat egyet, 2-0. Két perc alatt két gólt kap a Debrecen. Ugyanaz a helyzet, csak ezúttal nem Vukovics, hanem Szanyó van tisztán. És ő ugyanúgy kihasználja mindezt. Szanyó góljával tehát 2-0. És a Debrecen teljesen szétesett, ez nyilvánvaló. Küzesi, egy egészségesen előre rugott labda, Belvon sarkára esik. Bérci jön, Szanyó mutatja magát, Egresi se rossz, Egresi. Szanyó, 11-es, Egresi beemelt labdájára, kézzel ért be az egyik farmalatvédő, és Wagner 11-est ítél. Hosszas vita után Szanyó lövi a 11-est, és a felső létről vágódik be. Az utána második fél időben, negyed óra játék után 2-0-ra vezet Szanyó kemény 11-ese után. Tomka. Most jut el így Szanyóhoz Vukovics. Szanyó gólhelyzetben lövés, óriási gól! Szanyó óriási hidegvérrel átvette, kitette Vukovicsnak, Vukovics visszaemelte, Szanyó pedig maga elé engedte aztán a kapufa belső lapját. Megint vezetnek a vendégek. Jól jön, gól Szanyó! Vezet az Újpest. Szanyó, aki nem játszott rosszul, és aki épp most jött vissza a középpályára, hát nyilván nem a szögletnél. Nagyon jól játsza ezt a variációt az Újpest. Túri lehetőségére emlékezhetünk az első fél időből. Vezér, úgy érzem, ennél a gólnál is hibázott. Három lépésről fejelte Szanyó. Szanyó áll ott a kapu torkában, Egresi pedig szögletet rúgja majd. Szanyóhoz-e vagy sem, azt majd meglátjuk. Szanyóhoz rúgta. Vezet az Újpest. Nem véletlenül állt a kapu torkában Szanyó. Egresi csavarja be,
és Szanyó közvetlen közelről fejeli be. Öt csepeli védő állt ott, ha nem számolom bírókapus. Lehet, hogy magától is belent volna a labda, Szanyó bebólintotta. Mert rendben vagyok, és ahogy az újságban benne van, félholtan és fél lábbal is játszottam. Mikor múlik el nálad a görcs ilyenkor, ilyen fontos rangadók előtt, mert most azért nagyon feszültnek tűz. Hát ahogy a sípszó elhangzik, úgy érzem, hogy feloldódok, és az első passz még egy olyan, amelyik segített azon, hogy most oldodom, vagy pedig görcsösen játszom még a mérkőzést. Tudod már, hogy ki fog fogni? Fogalmam sincs, hogy ki, mert nem is érdekel. Mindegy, hogy kiválok szemben, megpróbálom a legjobb teljesítményt hozni a mai mérkőzésen. Teszi kifelé oldalra, Jenei, 43. perc a második félidőben. Rutka fejeli föl. Kezdezés és 11-es. Általános meglepetés. Szanyó 11-ese tehát. Röviddel a vége előtt. 1-1. Hogy az olimpiai válogatott mérkőzésein Szanyó itt is magabiztosan rúgja az ellenkező irányba, mint ahova Hajdú indul. 1-1, másfél perc a végéig. Szabadrúgás. Szanyó nem várta meg a sípszót, gól! A csepeliek reklamálnak, de nincsen igazuk. Nem kérték a sorfal kimérését az újpestiek. Nem várták meg a sípszót, így Szanyó gólja jogos, vezetnek a hazaiak. Weber. Szanyó. Középre Vukovicshoz, nincs les. Tiszta gólhelyzet. Vukovics nem mert egyből ellőni. Ez óriási hiba volt. Szanyó. 3-0. Vukovics jóvá tette a hibáját. Körülményesen szövegették az újpestiek az akciójukat. Először próbálkozhatott Vukovics, aztán középre gyötörte, és Szanyó végül belőtte a labdát a kapuba. 3-0 már az első félidő 36. percében. Ez most egy jellegzetes kontraakció. Szanyó, még mindig ott van, Szanyó, gól! Megvan az újpesti vezetés a 25. percben. Óriási védelmi hiba kellett ehhez a gólhoz is. Szanyó kihasználta az adandó alkalmat. 2-1. Szanyó, Sebők indításával kiléphet, még mindig Szanyó. 11-es. Wagner mérlegelt egy darabig innen legalábbis, úgy tűnt, hogy szabadrugást adjon. Vagy 11-es. Végül aztán az utóbbit választotta. Ad egy sárga lapot is. Ha jól láttam, akkor Szabónak. És büntető következik az újpestiek javára a 32. percben. A büntetőt pedig Szanyó Károly lövi. És egyenlít az Újpest. Bár Lippai nagyon jó felé ment. Lehet bal, lehet jobb oldal, akkor is Jenei, és akkor is Sebőköt keresi. Hoppá, mekkora hiba! Szabadrugás kifelé. Nem! 11-est ítél Wagner, hihetetlen! Hát kedves nézők, meg nem mondom, hogy miért. Talán az ismétlésből majd kiderül. Nagyjából 9 perc telt el az előző 11-es óta, és innen, ahonnan ülök, nem lehetett megállapítani, hogy Wagner miért ítélt büntetőt minden esetre. Szanyó lövi ezt is, kimarad, másodszorra aztán bent van. Szegény Lippai az első büntetőnél jó felemen, nem fogta meg a másodikat, kiütötte szerencsétlenségére éppen Szanyó elé.
2-1-re vezet tehát az Újpest a 41. percben Zsombori. Egyelőre azt hiszem nem azt nyújtja, amit várnak tőle az újpesti vezetők. Herceg. Hát a túloldalra lezák. Átteszi a rosszabbik lábára, érdekes, de milyen jól ad be! És egy gyönyörű gól. A legszebb gól a mérkőzésen. Szanyó Károly, nem Mester hármas, ugye? Mert közben az ellenfél is szerzett gólt, és én még azt mondtam, hogy Szlezák a rosszabbik lábára teszi át. Hát valóban Szlezák bal lába, de ezúttal jobban is parádésan tette középre a labdát. Jenei lépett ki, felvágták, Szanyó megy el! Nagy lehetőség, Szanyó középre készül adni, nem lő, gól! Jobb külsővel ellőtte Szanyó. Szerintem a félzalai védelmet becsapta azzal, hogy beadásra készül, aztán jobb külsővel kilőtte a hosszú sarkot. Weber fehér. Herceg. Ez 11-es. Nagyon rossz ütemben csúszott be most Szabó 1. Varga Sándor játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. Szanyó készülődik a büntetőnek a 88. percben. Ha berúgja, ez lehet az 5. gólja. Az Újpest javára. Szanyó nagyon jól lőtte a büntetőt, ahogy ezt kell. Jenei keresztbe. Zombori átveszi. Próbálják feltartani, ez büntető. Az első eredeti elgondolás Jenei keresztlabdája volt ezen a mérkőzésen. Újpesti 11-esben fiallik a 37. perc végén. Ki más vállalhatná, mint Szanyó? 1-0. Ahogy megszoktuk Szanyótól, az elmúlt fordulóba volt alkalma gyakorolni. Weber szabadrúgása, Szanyó veszi le nagyon szépen, Szanyó vissza, és éppen csak, hogy menteni tud Rózsa a gólvonalról. A partjelző mutatja, hogy bent volt, Varga ráfúj, a gólszerző Szanyó, 2-0, 44. perc. Csebők. Hosszan tette maga elé. Így viszont még jó lehet a szélen Jenei. 11-es. Lengyel kezét érte a labda. Úgy érzem a válla. Nem tűnik szándékosnak. Innen talán jobban látjuk. Igen, kezét érte a szény. Nem a válla volt, hanem a keze volt. Jogos tehát a 11-es, ebből a szögből jobban lehetett látni. Kap egy tanácsot, Király. 50. perc a mérkőzésen. Szanyó, 1-1. Hozzáért ugyan Király, de egyenlőre Újpest. 8 gólos a bajnokságban Szanyó Károly. Weber viszi a labdát. Most lendületbe szeretne jönni az Újpest. Szanyó tehát 8 gólos, és 1-1 az eredmény. Jenei dob. Kovács. Rutka buktatott, egyértelmű. Elnézést is kér. Itt tolja meg Kovács Zoltán a labdát, és rossz ütemben érkezett Rutka János. Megjön az újpesti tábor hangja.
dugig van az újpesti szektor is. A 16-os szektort a Ferencváros és az újpesti tábor közötti rész pedig lezárták. Nagyon bölcsen a rendezők. Weber Szanyó és a ballábas Zombori a labda mögött. Kapura csavarható és be is adható. Szanyó! Gól! A 17. percben vezet az Újpest. Szanyó Károly 9. gólja a bajnokságon. És Szanyó nem túl sportszerűen ez az újpesti tábor. Nem túl sportszerűen kimutat a ferencvárosi közönségnek szűk nyakában. A gól szép volt. Elcsavarja, Taylor talán egy picit később mozdult, mint kellett volna. Weber állította meg, jól eltalált lövés, de érzésem szerint védhető lett volna. Talán a sorfaltól nem látta Taylor. 32. perc, Weber végezheti el a szögletet. Folyamatosan támad az Újpest, nagyon gyatrán. Ott egy fejes, és Szanyó a gólszerző. Hát ez se támadásból született. Weber beteszi, Szanyóra nem nagyon figyelnek. Babolcs is kicsit későn eszmél, a védők úgy szintén, akkor, amikor majd újra kezdik a játékot. 2-1-re vezet az Újpest. Még nem lövő távolságban az újpesti szabadrúgás. Weber, Szanyó. Szép cselek, Szanyó. Még ez is jó, Szanyó! Gyönyörű gólt lőtt. Szanyó remek egyéni teljesítménye. Fordít az Újpest. 2-1. És még csak a 28. percben járó. Szanyó térül, fordul, egyszer csak gólhelyzetben találja magát. Még egy csel. És nagyon ügyesen gurít a hosszú sarokba. Ez nagyon szép gól volt, innen is megnézhetjük. Unciás csapta be, aztán Balog nem ér oda, Csehi mellett elviszi, Derdák pedig tehetetlen. Nagy László, én azok közé az emberek közé tartozom, aki nagyon-nagyon nehezen ébredek. Van valami jó tanácsa? 2 perc van hátra az első fél időből, újpesti szabadrugás, és biztatják Szanyót, hogy lője rá. Csavarja, és bent is van! Senki nem ér hozzá. Balog tehetetlen ez ügyben. Szanyó a gólszerző. 12. gólja a bajnokságban, és a 44. percben 1-1. Szabadrúgás. Szanyó Károly gyönyörű gólt lő a bal felső sarokba. Molnár Leventének esélyesen volt a hárítása. Azt hiszem a forduló gólját láthatjuk Szanyó Károlyton. 2-1-re módosult tehát az állás, boldogan, mint egy 1000 újpesti szurkoló. Kovácstól Szanyóhoz kerül a labda, ő megtolja, meglövi, és már is egyenlő az állás. 1-1. A tavaszi debreceni kitérő után hazatért középpályás jól találja el, hát Malász kapus sem dicsérhető a szituációért. De milyen jó, hogy nem fújták le, 72. perc, és itt a 3. újpesti gól. Szanyó gyönyörűen csúsztatott a jobb alsó sarokba. 3-0 tehát, Tóth Norbert most nem szögletből, hanem szabadrúgásból kanyarítja középre a labdát. Szanyón egyetlen egy kerületi védő sem volt. 3-0 után meg lehet már nyugodni? Nem tudom, hogy melyik az az edző, aki meg tud nyugodni addig, amíg a csapat a mérkőzést játszik. Nekem a legrosszabb, hogy ülnöm kell, nem bírom ezt az ücsörgést. 88. perc, Herceg Terjé, kvasz a labda útja, és kvasz remekül tálal Szanyó elé, Szanyó felnéz. És hát nehéz szavakat találni, olyan csodálatos volt ez a gól. 4-0. Szanyó higgadtan, elegánsan és remek rúgó technikával alányúl a labdának. Tóth Iván már a kezét sem emeli, látja, hogy menthetetlen a helyzet.